Amikor már tényleg csak a boldogságra vágysz, az igazi, teljes boldogságra, akkor meg fogod ezt kapni. Bármilyen megdöbbentő, a legtöbben és a legtöbb időben nem erre vágyunk, hanem különböző dolgokra, új állás, pénz, párkapcsolat, és a többi száz meg száz cél, és bármilyen megdöbbentő nincs ez így eldöntve, megfogalmazva, hogy a boldogságra, a boldog életre. Tényleg a lelki békére, arra olyan pillanatra, akár, hogy azt mondjuk, hogy most minden jó, most minden csodálatos. Biztos, hogy volt ilyen pillanat az inkarnációdban. Lehet, hogy már elfelejtetted, lehet, hogy kisgyerekkorodban volt, lehet, hogy egy csodálatos naplemente nézésekor az egyik párkapcsolatodban. Abban a pillanatban, akkor és ott te érezted Istent, érezted a teljességet, érezted azt, hogy minden jó, érezted az igazi, teljes és örök boldogságot, akkor eltűnt az idő. Ezt egyetlen dolog tudja megadni, az pedig a valódi szeretet energia. Nevezik egyesek Istennek, mások fénynek, látványra tényleg csodálatos fény. De végső soron minden nagy tanítás és minden nagy tanító ide lyukadt ki, hogy szeretet, és ennyi, és egy szó, és aztán, hogyha még tovább megy, akkor már nem is szól semmit ez a tanító, hanem egyszerűen érződik a jelenlétében, és látszódik a szemében. Ez az igazi szeretet, és ez igazi és teljes békét ad, és igazi és teljes boldogságot ad. De ahhoz, hogy tényleg ezt akarjad, lehet, hogy nagyon sokat kell szenvedned. Mert mindig ettől, attól, amattól vártad a boldogságot, és nem kaptad meg tőle, és nem tanultál belőle. Vártad egy párkapcsolattól, nem adta meg a boldogságot. Azt mondtad, jó, majd a következő párkapcsolat, na majd ez a srác, na majd ez a csaj, na majd ezt az autó, ezt nekem kell, vagy ha egészséges leszek, ha meg lesz végre az az állás, ha meg lesz végre az a ház, ha jó, de jó lesz, elköltözök, nem fog zavarni ez, meg az, meg amaz, hú, már saját lakás, minden, majd akkor, majd minden jó és szép lesz, akkor majd rendbe teszem magamat, majd ez a spirituális tanfolyam, majd ez a meditáció, majd az, és sikerült elérni a boldogságot, megadta a boldogságot, megadták ezek a dolgok, majd lefogyok, majd ez lesz, majd az lesz, majd jön Jézus, majd dimenzióváltás, meg stb. Majd most rátaláltam erre a mesteremre, igen, most akkor meghallgatom, stb. És akkor minden jó és szép lesz. És így lett. Most hát eljutsz majd arra a pillanathoz, hogy tényleg csak egy dologra vágysz.
és azt szavakkal nem igazán lehet kifejezni. De hogyha mégis megpróbálom, akkor ezt mondom, hogy valódi, igazi szeretet, igazi boldogság, igazi, teljes béke. Ez egy tiszta állapot, minden mástól mentes. Ez a teljesség. Ez, hogy minden jó. Ez a megérkezés, ez a hazaérkezés. Bármilyen hihetetlenül hangzik, ez az eredeti állapotod, innen indultál. És előbb-utóbb mindenki ide érkezik vissza. Csak az a nem mindegy, hogy addig mondjuk 1000 évig szenved, küzdködik, kipróbál mindent, ezt, azt, amazt, 1000 dolgot, ugye? Mint amikor bemegyünk egy ajándékboltba, és ott van 1000 mindenféle, és ugye fejünket csak kapkodjuk, hogy na most mit vegyünk meg? Na hát ezt csináltuk a földbolygón. És mindenkinél eljön az a pillanat előbb-utóbb, hogy azt mondja, hogy itt semmi nem adja meg nekem a boldogságot. Egyszerűen be kell vallani magunknak, hogy ez itt, ami van, semmi nem fogja megadni. De ez nem egy elkeserítő dolog, mert nem csak ez létezik, ami a földbolygón van. Hát ez csak egy parányi porszem a Matrixban. És ez nem annak a helye, hogy itt bármi is megadja nekünk a boldogságot. Hogy kell-e ilyen hely a Matrixba vagy nem, azt igazából nincs értelme eldönteni, mert nem abban az állapotban vagyunk, hogy mi erről most döntést hozzunk, hogy legyen-e egy ilyen bolygó vagy nem. Van, most, jelenleg van, és megvan rá lehetőségünk, hogy amikor azt mondjuk, hogy hát köszönjük itt, ami van, azt már felismertem, hogy ez egy áll boldogság forrás, mindegyik egy csapda, mindegyik egy csillogó dolog, szépen becsomagolva, csillogó csomagolásba, és amikor azt hiszük, hogy na most akkor ezt megtaláltuk, megszereztük, stb. Ugye 10 évnyi munkával mondjuk, ezt kicsomagoljuk, és hát a bátrabbak, azok bevallják maguknak, hogy hát ez igazából nem az, amire számítottam. Nem adta meg nekem azt, amit vártam tőle. De van kiút, ugyebár. Természetesen van kiút az álomból. A résztudatosságból. Csökkentett tudatállapotból, van kiút a mocsokból, amiben ugye azt hittük, hogy minden egyes kis sáros kavicsra, hogy az a igaz gyöngy és az a gyémánt. Nem csak, hogy van kiút, hanem szinte minden más bolygó, meg minden más dimenzió szinte ennél csak jobb, és ott rendben van minden. Csak ezt felejtettük el igazából, hogy kiválasztottuk a kifejezésért, de ez az igazság, hogy a legszarabb helyet a Matrixban kiválasztottuk, hogy most akkor nézzük meg ezt, ugye, mert hát jól megnéztük. Tehát igazából ennél szinte minden jobb. És hát ezt kéne felismerni, vagy hát kinek mi az útja, azt tegye, azt meg belül érzed. Belül érzed. Ha nem érzed, az attól van, hogy egy csomó minden rárakódott, egy csomó jelmez, egy csomó szerep, egy csomó tévhit, egy csomó minden, amit beléd beszéltek, a szüleid, a társadalom, elvárások, munkahelyed,
ettől kezdve már az óvodában ugye sok elvárást támasztottak veled szemben, meg mindenhol. Nem ők a hibások, meg most nem az a megoldás, hogy most mindenkire mutogatni, hogy te miattad ilyen az életem, meg minden. Most ennek van értelme, most őszintén. Hát nincs. Hanem annak van értelme, hogy ezektől szépen megpróbálni megszabadulni, az pedig sokkal könnyebb egy ellazult tudatállapotban, egy meditatív tudatállapotban, bár nem szeretem ezt a kifejezést, ezt szépen megpróbálsz ebbe az állapotba kerülni, rengeteg technika van rá, de az is elég, hogy egyszerűen csak kényelmes testhelyzetet veszel fel, lassan engeded lecsukodni a szemedet, lassan sóhajtasz egyet, kettőt vagy hármat, és próbálod ellazítani a testedet, és mondani azt, hogy béke van a lelkemben, ellazul a lelkem is, mindenkit elengedek, mindent elengedek, mindenkinek megbocsátok, hadd menjen, elvágom a kötelékeket magam körül, ezt el is képzelheted, és nem ragaszkodom semmihez és senkihez, mindent elengedek, most legalább erre az 5 percre, és megnyugszom, és béke és harmónia költözik a lelkembe. És ennyi. És akkor megpróbálhatod elképzelni akár a napot, akár előtte, hogyha meggyújtasz egy gyertyát, és belenézel a fényébe, csak nézel bele, és próbálod, engeded átadni magad neki, ennek a fénynek, ennek a szeretetnek. Elképzelni, hogy szeretet. Egy kisgyereknek ez azonnal sikerül, mert az nem kezd el azon agyalni, hogy jaj, hát de ez csak egy gyertya, meg hol van itt szeretet, meg mit tudom én mi. Érted? És ezért nem működik egy csomó minden az életedben, mert agyon agyalsz rajta, ahelyett, hogy egyszerűen csak csinálnád, és kész. Azt mondod, most béke van bennem. És kész. És nem kezdesz el rajta gondolkodni, meg mit tudom én, hogy most akkor mitől lesz béke, meg stb. Egyszerűen csak csináld. Vagy egyszerűen csak, ha megállsz, hogyha van egy feszült helyzet, vagy valami az életedben, állj meg egy pillanatra, akár menj be a WC-be, vagy bármi, érted, hogy ne legyen senki körülötted, állj meg, azt mondod, jó, most megállok egy 1/2 percre, és lassan belélegzek, és lassan kilélegzek, és most nem foglalkozok semmivel, most nem érdekel semmi, akarok egy kis nyugalmat, egy 1/2 percnyi nyugalmat, és mindent elengedek, nincs semmi, nem gondolok semmire, és ennyi. És ha ezt megcsinálod, érted, nem kerül pénzbe, nem kerül időbe, nem kerül... Gondolj vissza, mennyi időt töltöttél orvosi várótermekben, orvosoknál, mennyit gyógyszert vettél meg alkoholt, cigit, nyugtatót, stb. Érted, és ennyi elég lett volna. Kicsit megállsz, megnyugszol, sóhajtasz kettőt, és kész. Érted? De mindezek helyett elég lett volna ennyi. És most is figyeld meg magadat, most kipróbálod ezt, amit mondtam. Semmibe se kerül 1/2 perc. Kipróbálod? Vagy elkezdesz agyalni mindenfélén, hogy miért ne próbáld ki. Érted? Tehát most akkor ez egy jó visszajelzés saját magadnak, hogy te most tényleg boldog szeretnél-e lenni, vagy még itt azért küszködni, meg kovályogni egy jó ideig. Ez a Föld nevű valamin, meg ebben a dimenzióban. Szóval ez tényleg csak a te döntésed.